az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 1892. február 29-én született Apor Vilmos Segesváron, főnemesi család hatodik gyermekeként. Papi pályára lépett. Teológiai tanulmányait Innsbruckban végezte. 1915. augusztus 24-én szentelték pappá a Nagyváradi Egyházmegye szolgálatára. Gyulán lett káplán, majd ugyanott hosszú ideig plébános. Megújította a lelkipásztorkodást, felkarolta a szegényeket, ápolta az ökumenikus kapcsolatokat. 12. Pius pápa 1941. január 21-én nevezte ki győri püspökké. Bátran kiállt a faji megkülönböztetés ellen, védte és befogadta az üldözötteket. 1945 nagypéntekén, amikor a püspökségre menekült lányokat és asszonyokat védelmezte, egy szovjet katona golyója halálosan megsebesítette. A kórházban megoperálták. Életét föláldozta áldozatul egyházunkért, hazánkért, és megbocsátott gyilkosainak. 1945. április 2-án húsvét hétfőn halt meg, ideiglenesen a Karmelita templom kriptájába temették el. Csak 1986. május 23-án kerülhetett sor arra, hogy Hanvait a bazilikában eltemethessék a már 1948-ban elkészült márvány koporsóba. Második János Pál pápa 1997. november 9-én a vértanú bolgók sorába iktatta. Sírjához állandóan érkeznek a közbenjárását kérő hívek. Kedves testvéreim, most mindannyian közösen imádkozzunk Apor Vilmos szenté avatásáért. Mindenható örök Isten, ha te szolgád, boldog Vilmos püspök, életében szeretettel hajolt le a szegényekhez. Bátran kiállt az igazságtalanság áldozatainak védelmében. Életének hősies feláldozásával megvédte a rábízottakat a testi-lelki veszedelemtől, és ezzel kiérdemelte a vértanúság koronáját. Kérünk Istenünk, add, hogy hathatós közbenjárására legyünk mi is élő tagjai egyházunknak. Az igazság védelmében bátran kiálljunk, embertársainkat pedig odaadó szeretettel szeressük. Dicsőítsd meg Istenünk boldog Vilmos püspök szolgálat azzal, hogy őt a szentek társaságában tisztelhessük, és egykor az ő közbenjárására mi is eljussunk országodba, ahol élsz és uralkodol mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Plébánia híveinek nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Monsignore dr. Kovács József általános püspöki helynök urat, rektoratját. Nagy öröm számunkra, hogy elfogadta a meghívásunkat a mai apor búcsúra és a szentmise áldozatot bemutatja, hiszen helynök úrnak igen kiemelkedő szerepe van a gyulai apor kultusz megalapozásában. Emléktábla a Plébánia falán, apor szobor a templom előtt, apor oltár a templomban, apor nevével zúgó harang a toronyban, és helynök atyának kiemelkedő szerepe volt a boldog avatás dokumentumának és az összegyűjtésében. Köszönjük, hogy ebben a mostani nehéz helyzetben is elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm a diákonus atyákat is. Isten hozta helynök atyát. Kérem, fogadja a plébánia jelképes ajándékát. Az
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, a Borvil most jöttünk ünnepelni az ő égi pártfogását kérni, de ugyanakkor mi is fohászkodhatunk és imádkozhatunk érte is, hogy a szenti avatása valóban minél hamarabb megtörténjen. Ahhoz, hogy hálaadásunk Istennek is tetsző legyen, most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Ezt a szentmisét Gyula városának a népért ajánlom föl. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Istenünk, te boldog Apor Vilmos püspöknek megadtad, hogy életét föláldozza juhaiért. Közbenjárására add meg, kérünk, hogy szent akaratodhoz mindig hűségesek legyünk, és testvéreink üdvösségén fáradhatatlanul munkálkodjunk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a Jelenések könyvéből. Én, János, akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmaággal. Hangos szóval kiáltották. Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a báránynak. Az angyalok mind a trón, a vének és a négy élőlény körül álltak. Arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent. Ámen. Áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő, ami Istenünknek örökkön örökké. Ámen. Ekkor a vének közül az egyik megszólított, és megkérdezte tőlem: kik ezek a fehér ruhások, és honnan jöttek? Ezt feleltem: te tudod, Uram. Erre ő azt mondta: ezek a nagy szorongattatásból jöttek. Ruhájukat fehérre mosták a bárány vérében. Ezért állnak az Isten trónja előtt, és éjjel-nappal szolgálnak neki a templomban. A trónon ülő oltalmat nyújt nekik. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta rőség. Mert a bárány, aki a királyi trónon ül, legelteti, és az élő vizek forrásához tereli őket. Isten pedig letöröl a szemükről minden könnyet. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját fiát, hanem mindjájunkért áldozatul adta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta, ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közben jár értünk? Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől?
Nyomor vagy szükség, üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard, amint írva van, te érted írtanak minden nap bennünket, és úgy tekintenek minket, mint a leülésre szánt juhokat. Te mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt: Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, ott hagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyémet, és enyém is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek! 1970. november 1-én hallottam először életembe Apor Vilmos nevét. Nem véletlen ennek a dátumnak a megjegyzése és megőrzése, hiszen a győri Cucor Gergely Bencés gimnázium elsős diákjaként akkor kezdtem ott a középiskolai tanulmányaimat is. Minden szentek ünnepén az osztálytársaim elvittek a Kármelita templom altemplomába, és ott megálltunk Apor Vilmos sírjánál, és ők mondták el, hogy ő volt az a püspök, akit lelőttek az orosz katonák, miközben védelmezte a nőket, akik a püspökvár pincében találtak oltalomra. Kunágutai születésű vagyok, Kunágutától nincs olyan messze Gyula, de a hír nem jutott el legalábbis az adott társadalmi viszonyok között. Nem volt illdomos akkor Apor Vilmos vértanúságát hirdetni, és még egy pár évig azt követően, ahogy én is hallottam róla. Ott a Kármelita templom kriptájába én már úgy imádkoztam hozzá, mint aki biztos, hogy a mennyországban van, és kértem tőle, akkor még gondolkoztam azon, hogy a papi hivatást válassza-e vagy mást, és kértem őt, hogy járjon közbe a mennyei atyánál, hogy megvilágosodjon az értelmem, hogy engem valóban a papi hivatásra szólított-e, választott-e ki, vagy pedig nem. És hát úgy tűnik, hogy az imámat imám meghallgatásra talált, és
a papi hivatást tudtam választani, hát azt már nem remélni sem mertem, hogy egyszer majd utódja leszek itt Gyulán plébánosként Apor Vilmosnak. Tehát ez az ajándék, ez a kegyelem megadatott már ott az első találkozásunkkor, és hát remélem, hogy végig kísér életutamon, hiszen naponta fohászkodom hozzá az ő segítségért, közbenjárásáért. Az ő tisztelete itt Gyulán, ha nem is nyilvánosan, de mindig lehetséges volt, és a gyulaiak nem felejtették. És akkor, amikor lehetőség nyílt rá, akkor valóban már a rendszerváltáskor, a hajnalán azt megelőzően, és itt a templom sekrestye oldalánál elkészült a dombormű, sőt előtte, mikor már itt is a belvárosi vagy a németvárosi templomot festették ki, akkor a mennyezetre fölkerült Apor Vilmosnak a képe, alakja. Nem feledkeztek meg a gyulaiak róla, márványtábla hirdette a nevét az által alapított óvodán, ugyanakkor a róla elnevezett tér a Németvároson mindig is megmaradt Apor térnek. A gyulaiak hűsége és szeretete vallásra tekintet nélkül, vagy világnézetre való tekintet nélkül megmaradt Apor Vilmos iránt. Az ő alakja a vörös diktatúra idején is azért kimagaslott, és az ő mindenki felé való nyitottsága azért nem tette lehetővé azt, hogy elhallgattassák végleg, vagy eltöröljék az ő emlékét, az ő munkásságát, hiszen már időben is majd 25 évet töltött itt Gyulán, negyed századot a lelkipásztorkodásban. Nekem csak 13 év adatott meg, hogy az ő utódja lehettem itt a gyulai plébánián, de az itt eltöltött időben is megtapasztaltam azt a szeretetet, amely Apor Vilmost körülvette, és egy kis történet, amikor ide kerültem 94-ben, akkor egyik alkalommal, mindjárt az első gyóntatás alkalmával jött egy idős bácsi a gyóntatószékbe, és mondja, hogy hát Báró úr, ekkor gyóntam utoljára. Hát mondtam, én nem vagyok Báró. Jaj, ne haragudjon, csak hozzászoktam, hogy az Apor Vilmost mindig Báró úrnak szólítottuk. Ez a kis jelenet is azért érzékelteti, hogy mennyire az idősek szívében ott volt még mindig Apor Vilmosnak az alakja évtizedekkel az itt innen eltávozását követően. A tiszteletének a hevessége vagy fokozása tulajdonképpen magával a boldogá avatással érte el a csúcsot, hiszen akkorra készült föl mindenki, a lelkileg is arra, hogy végül is hát a Szent Atya, II. János Pál pápa a boldogok sorába avassa. Igazából az anyag, a boldogá avatáshoz előkészített peranyag össze volt már készítve, a kommunista hatalom akadályozta meg azt, hogy egyáltalán folytassák ennek a folyamatnak a sorát, sőt, hát azt is megakadályozták, hogy méltó módon temessék el a székesegyházban, hiszen minden megyés püspöknek joga, hogy a székesegyházba temetkezzék el, majd csak a 1986-ban vált lehetségessé az, hogy a Szent László Hermával szemben elkészített szarkofágba helyezzék a földi maradványait. De Apor Vilmosnak az alakja annyira tiszta és világos képet tárt mindenki elé, hiszen a vértanúság ajándékával szinte a pápának nem is volt más választása, mint hogy boldoggá avassa Apor Vilmost.
hiszen a jó pásztor életét áldozza a juhaiért. Apor Vilmos hősi tette, az élete föláldozása az iménti elhangzott evangéliumi részletnek a teljes betöltése volt, tehát maradék nélkül teljes egészében azt adta oda, ami a legfontosabb és a legdrágább az embernek, hiszen ő maga is a jó pásztorról vette a példát, arról a Jézusról, aki meghívta őt is néven szólította, és mindig, ahová állította, ott a maximumra törekedett, a maximumot próbálta nyújtani, és ez a másik ember, a többi ember védelmére is kiterjedt, nem csak a maga önvédelmére, hanem a szeretet szétfeszítette azokat a félelmeket, azokat az emberi korlátokat, amelyek megakadályozhatnak bennünket abban, hogy a jót tegyük akkor is, hogyha az esetleg veszélyes a számunkra. Visszaemlékszem a apor oltárnak az elkészítésére is, Simon M. Veronika készítette a festményt ide Gyulára először. Egy rövidke kis részletet szeretnék felolvasni egy vele készült riportból, amelyben leírja, hogy hogyan és milyen módon készült el ez a kép. Vajon hány embernek jutott osztályrészül az, hogy szöki évben február 29-én születik, és hány embernek az, hogy boldoggá avatják? Ezek külön-külön is ritkán adatnak meg, de együtt talán csak egyetlen egy ember mondhatja magáénak őket, Báró Apor Vilmos. A boldog avatási szertartáshoz a szentképet Simon M. Veronika, a székesfehérvári festőművész Apor Vilmos portréját választotta a Római Bizottság. Indoklásuk az volt, hogy e festmény fejezte ki legjobban a püspök két legjellemzőbb tulajdonságát, az erkölcsi szigorúságot és az emberek iránti szeretetet. Az Apor Vilmos festmény nyomán, amely ekkor már a gyulai belvárosi templom oltárát díszítette, 5000 szentkép készült, és Rómában a boldoga avatási szertartáson a hívők között osztották szét őket. Az is rendkívüli, ami az Apor Vilmos portré megfestése kapcsán Simon M. Veronikával történt. A felkérések és az oltárképek felszentelése lavinaként követték egymást, szinte csodával határos módon. 1997. májusában egy gyulai érettségi találkozón a következő provokatív kérdést tette fel a jelenlévő gyulai aporbizottság titkára. Lehet-e ábrázolni emberi nagyságot és tisztaságot egy festményen? És vajon te, Veronika, tudnál-e ilyen festményt készíteni? Amikor a festőnő szokása szerint neki kezdett megismerkedni a modelljének életével, már tudta, hogy hálás témát talált. 97. augusztusában az Apor Vilmos festményt és oltárát felszentelték Gyulán, és utána következtek a többi Apor Vilmos ábrázoló képek, így Székesfehérváron, Segesváron, Csongrádon, Nagyváradon, Szolnokon, és még lehetne sorolni ezeknek az apor képeknek az elkészülését, különösen 98-ban a boldoga avatást követően is folytatódtak. Apor Vilmos tisztelete és jelenléte a képi ábrázolásokban is megjelenik, de nekünk szinte fontosabb az, ami a szívünkben van, a lelkünkben van, a róla alkotott kép. Az a példa, amelyet adott számunkra, és amely nem festőecsettel, nem fényképpel, vagy nem más egyéb alkotásokkal készül, hanem amelyet mi magunk alkotunk. Az alap a Krisztushoz való kapcsolódása, a Krisztushoz való tartozás. Hiszen Apor Vilmos életét is a Krisztussal való kapcsolata volt az, ami megvilágította, és amely biztos utat mutatott a számára. Olyan utat, amely
mindenféle vész és vihar között is meg tudott maradni, ahogyan hallottuk az iménti idézetben, azzal az erkölcsi kitartással, tisztasággal, amelyhez mindvégig ragaszkodott. Nem mondta azt, hogy na jó, hát az asszonyoknak a felét elvihetitek, de a másik felét hagyjátok itt. Hanem egyértelműen az igen, igen, a nem, nem. Hányszor vagyunk mi úgy, hogy megalkodunk, és hát vagy a kisebbik rosszat próbáljuk választani, de az igazi Krisztus követés, ő maga mondja, hogy a feleletetek legyen igen, igen, és a nem, nem. Nem kell elmosni a határokat, hogy hát egy kicsit megtartjuk a 10 parancsolatot, egy kicsit azért lazán vesszük. Tehát az Isten se kéri el tőlünk, vagy várja el tőlünk, hogy most ezt megtegyük, mert hát ez nekem most jobb, hogyha én ezt így teszem, vagy úgy teszem. Ez az erkölcsi relativizmus viszonylagosság nem jellemezte a Apor Vilmost. Világosan és érthetően megfogalmazta és képviselte a krisztusi tanítást. Nem lehet megalkudni, és nem alkudott meg a politikai hatalmaknak sem. Ugyanúgy mentette a zsidókat, mentette a rászorultakat, segítette azokat, akiket kellett, akik igényt tartottak rá, akik hozzáfordultak. De ez nem csak a vészterhes időben, ez már akkor megvolt, nem kell részleteznem a gyulaiak számára, amikor ide helyezték plébánosnak. Az első világháborút követően elment Bukarestbe is, hogy a gyulai foglyokat kiszabadítsa. Tehát Apor Vilmos képe, alakja, bár festményen vagy szobrokban megvan örökítve, de az ő alakja, az ő képe fokozatosan bontakozott ki az egész élete során, és vált egyértelművé. Így is mondhatnánk, hogy egy szívűvé, nem két szívű volt, nem jobbra-balra lépegetett, hanem egy szívvel, lélekkel képviselte az evangélium tanítását, jó és bal sorsban egyaránt. Apor Vilmos alakja számunkra is, akár most ebben a megszorított környezetben, amelyben élünk, az emberiség számára, nem csak mi számunkra, magyarok számára, hanem az egész emberiség számára figyelmeztetés, hogy az életünk esetleges, nem szükségszerű, hogy mi éljünk, hanem az élet az Isten ajándéka, amelyet ajándékba kapunk, és mennyire kell rá vigyázni, hogy nehogy elveszítsük, mert nekünk feladatunk és küldetésünk van ebben a világban, azt a tanítást és azt az életet, amelyet Krisztus fölragyogtatott számunkra Apor Vilmos alakján keresztül is, nekünk is meg kell jelenítenünk. Ott abban a kis mikroklímában, ahol vagyunk a családban, a munkahelyen, a tágabb baráti körben. Hiszen mi nem csak akkor vagyunk Krisztus hívők, amikor eljövünk a templomba, hanem a hétköznapokban is. És azt szerint kell élnünk, a kereszténységünk egyszer s mindenkorra meghatározza a mi életünket. Nem vetjük le este, hogy fölakasztjuk a szögre vagy a fogasra, és majd reggel fölvesszük. Ahogyan az apostol Pál mondja, akár esztek, akár isztok, akár alszotok, akkor is Krisztuséi vagytok. És nekünk ebben a tudatban kell élnünk az életünket, és ehhez kérjük Apor Vilmos közbenjárását, járjon közbe a Jézusnál, hogy mi is olyan hűségesek tudjunk maradni Istenhez, mint ahogy a nő hűséges volt magához, Istenhez és a rábízottakhoz. A mai napra való készület során átolvastam a 2000-ben megjelent Apor kötetet, amit különböző dokumentumokat fog egy kötetbe, ez a sárga kötésben, és ott olvasom, hogy a gyulaiak, miközben ugye elbúcsúztak Apor Vilmostól, az egyik női társulat, hogy mit adjon ajándékba Apor Vilmosnak, és megfestették a főoltár képének a másolatát, és ezt adták oda Apor Vilmosnak, hogy emlékezzen Gyulára. És ahogy írja Apor,
ez a kép mindig ott volt a szobájában, és mindig a gyulai belvársi templom Mária képe volt az, amely előtte szemei előtt volt. A hagyomány szerint nagyon sokat és szeretett imádkozni itt az első padban ült, napközben is bebetérve a templomba, Mária segítségét, közbenjárását kérve. Mi is hasonló módon tegyük, imádkozzunk magunkért is, akik Krisztus útját próbáljuk járni, hogy minél kevesebb buktatóval és minél egyenesebb vonalban tudjunk haladni a vele való találkozás felé. De ugyanakkor imádkozzunk azokért is, akik hozzánk tartoznak, akikért felelősek vagyunk a gyermekeinkért, unokáinkért, szüleinkért, testvéreinkért, hogy az a szeretet, amelyet Apor Vilmos is fölragyogtatott számunkra, ez a szeretet a mi életünkben is megvalósuljon, sőt, egyre inkább teljesebbé váljon a földi életünk során, hiszen az a szeretet, amiből most részesülünk, igaz, hogy csak csillámokban, töredékekben, ez a szeretet válik majd teljessé az Úrral való találkozásban, abban a találkozásban, amelyben ott lesz személyesen Apor Vilmos alakja, és mindazoknak a szenteknek alakja, akik már előttünk járva végigmentek az emberi élet útján, és végcélba érkeztek a mennyei atyához. Így kérjük égi édesanyánknak és a boldogságos Szűz Máriának közbenjárását, különösen most május hónapban is, de Apor Vilmos közbenjárását is, hogy segítsen bennünket, ahogy a itt álló példa, az én példám is mutatja, hogy az imádságom meghallgatásra talált, hiszen megmutatta az utat, hogy a papi hivatást válasszam, egyértelmű számomra, hogy Apor Vilmos közbenjárásának óriási szerepe volt benne, pedig az életét akkor még nem is ismertem, csak a vértanúságát. Ugyanígy bizalommal fordulhatunk mi is Apor Vilmoshoz, és kérve az ő segítségét, az ő közbenjárását magunk és hozzátartozóink számára. Egy verssel szeretném befejezni a boldog Apor Vilmosról szóló homiliát, az imént említett Simon M. Veronika által festett képet szemlélve az egyik költő, Ihász Kovács Éva a következőket írja. Előttem a portré, minthogyha világok megfeszülő lantján zeng ezerszer áldott, jó mártír apostol, őrizve emléked, ima s buzgó sóhaj, ami követ téged, a véget nem érő csillagokig érjen, hogy emléked tiszta, boldogságban éljen. Ki életed adtad menteni másokért, a te boldog fejed koszorúzza babér. Mit ér a földi kincs, lakozol az égben, boldoggá avattál Isten szent nevében. Ében éjszakákon boldog neved mondom, mikor magányomnak saruit megoldom, s térdeplőmön nyugszik elgyötört sóhaj, kimondom az érzést sok gyolcs tiszta szóval. Híveit szeretnek, imádkoznak hozzád. Jár közben miértünk, emelt fel az orcád. Szent képeden nyugszik pillantásom, sárva, hogy tekintsen Isten elárult hazánkra. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették.
harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Istenünk, hálát adunk neked, hogy szolgádat Vilmos püspököt a vértanúság koronájával ékesítetted, és a boldogok sorába fölvetted. Közben járását kérve fordulunk most hozzád, hallgasd meg kéréseinket. Boldog Vilmos püspök vértanú jó pásztorként gondozta a rábízott híveket. Add kegyelmedet szentséges atyánknak és püspökeinknek, hogy példája nyomán a rájuk bízott szolgálatot a te dicsőségedre és a hívek javára végezzék. Kérünk téged, hallgass meg! Boldog Vilmos püspök vértanú, szíve melegével szerette papjait. Küldj, Urunk, ma is új papi hivatásokat egyházadnak, a papoknak pedig add, hogy minden nehézséget leküzdve örömmel végezzék munkájukat a rábízottak lelki javára. Boldog Vilmos püspök vértanú szeretettel hajolt le a szegényekhez, ébreszt fel bennünk is segítő együttérzést szükséget szenvedő embertársaink iránt, és minden embernek add meg a tisztes megélhetést. Boldog Vilmos püspök vértanú bátran szembeszállt az igazságtalansággal és védte a védteleneket. Kérünk téged, szűnjön meg az igazságtalanság minden formája nálunk és az egész világon, és add, hogy az emberek testvéri szeretetben éljenek. Kérünk téged, hallgass meg! Boldog Vilmos püspök vértanú vérét ontotta a tisztaság erényének védelmében. Lelkesítsd ifjúságunkat, a szent és magasztos eszmék iránt, családjainkat pedig tartsd meg hűségben és szeretetben. Boldog Vilmos püspök vértanú ellenségeért és gyilkosaiért is imádkozott. Adj, Urunk, egyházadnak mindenütt a világon szabadságot, hogy akadálytalanul szolgálhassa az emberiség üdvösségét. Boldog Vilmos püspök vértanú szerette szegény megtévesztett népünket és hazánkat. Vele együtt könyörgünk hozzád. Adj népünknek egyetértést, világos látást, erkölcsi tartást és őseink hitében való álhatatosságot. Boldog Vilmos püspök vértanú közben járására ad, hogy magyar testvéreink szerte a világon szabadon gyakorolhassák jogaikat, mint keresztények és magyarok. Urunk Istenünk, Vilmos püspök megdicsőített téged életével és vértanú halálával. Add, hogy közben járására mindig hűek maradjunk hozzád és egyházadhoz, és példáját követve földi életünk után mi is eljussunk hozzád, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké. Thank you.
áldozatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, ne bőjön a dicsőjére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész a Szent Egyház javára. Fölséges Istenünk, fogadd el dicsőítő és engesztelő áldozatunkat, amelyet boldog apor Vilmos püspök és vértanú ünnepén bemutatunk neked, és ez az áldozat szerezze meg nekünk bocsánatodat, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek, és a teleketek. Emeljük föl szívünket, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert boldog a por Vilmos hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelmet csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hősi avatja érdett szenvedő hívedet, és bátor tanúság Péterre ad erőt néki, Krisztus a mi Urunk által. És ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük és hangos szóval vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőségedben öllélok, menj. Vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hétünk szent titka, Köszönöm.
emlékét ünnepeljük te hát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentett örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választodáig, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, boldog akkor Vilmossal, Boromeus szent Károlya és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásunkban bízva reméljünk, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérjük Istenünk, hogy engesztel áldozatunk, hozzon az egész világon békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben fölé zarándok útját járó egyházadat, szolgáldat Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és az egész megváltó népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyán, mondd magadhoz irgalmasan, hogy a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elmúlt testvéreinket pedig is mind azokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben, velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világon. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd minden ható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyám, aki a mennyekben volt, szenteltessék meg. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Támadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében és add meg teljes egységét, aki össz és uralkodol mindörökkön örökké. Békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelében. Legyen békesség köztünk mindenkor.
Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval van, és meggyógyul a szívem. Könyörögjünk! A mai ünnepet örömmel megölve részesültünk ajándékaidban, Istenünk! Add meg, kérünk,
hogy mi, akik ezzel az áldozati lakomával fiat halálát hirdetjük, a szent vértanúkkal együtt fiat dicsőséges föltámadásának is részesei lehessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, megköszönöm általános helynök úrnak a mai szolgálatát, örülünk, hogy itt volt velünk, és visszaemlékezett azokra az időszakra, amely életének is meghatározó volt, és hát meghatározó most a mindannyiunk életében, és ma is itt Apor Vilmos. Köszönjük szépen a mai szolgálatot ebben a nehéz időben is, hogy elvállalta, és köszönet a diakonus testvéreknek is, akik eljöttek vele, elkísérték. Ugyanakkor megköszönöm mindazoknak a munkáját, szolgálatát, akik hozzájárultak a mai ünnepünkhöz. Köszönet a templom takarítóknak, fertőtlenítőknek, és köszönet természetesen a díszítőknek is. Nagy öröm számunkra, hogy püspök atyától kaptunk fertőtlenül szereket, és azt szeretném most is kérni a kedves testvéreket, hogy kimegyünk a templomba, miért kimennénk, a kis asztalon vannak ilyen palackokban fertőtlenítő szer, mindenki nyugodtan a kezére legyen szíves, nyomjon belőle, törzsölje össze. Ez külső használatra van, mert 70 fokos alkohol tartalma van, tehát nem belső, külső használatra javasolt, úgyhogy kézre legyenek szívesek, és úgy majd kimenni a templomból. Ugyanakkor megköszönöm dr. Sárosi Tamás úrnak is, a plébánia tanácsosok testületének, most ő az elnöke, először debutált itt közöttünk. Köszönet az ő szolgálatáért is, hiszen az INTS megyei INTS-nek az elnöke, vezetője, és ebben a járványos időszakban tudom nagyon sokat tett az INTS is azért, hogy ezt a járványt ugye megúsztuk, hogy valamilyen formában ezt le tudjuk küzdeni. Mivel most itt tudott lenni, ez azt jelenti, hogy az INTS dolgozói jól dolgoztak, tehát ezért már most itt tudott lenni, mi meg jól viselkedtünk, tehát ilyen szempontból összedolgoztunk. Köszönjük szépen az INTS munkatársainak és a szolgálatát. Továbbá jelzem a testvéreknek, hogy most a szentmise végén, ugye hagyománytól egy kicsit eltérünk, óvodások most nem tudnak velünk lenni, akik kis műsorukkal kedveskedtek, viszont lélekben ők is természetesen velünk vannak, az aporóvodások. Miután megkaptuk a szentmise áldását, utána elénekeljük a himnuszokat, majd kimegyünk a templomból, és elénekeljük a Boldogasszony olyan kezdetű éneket, utána három koszorút helyezünk el az apor szobornál, és a mai ünnepségünk a székely himnusszal zárul. Az egyház megye koszorúját dr. Kovács József általános püspöki helynök úr és a két diakonusatja helyezik el. A plébánia koszorúját dr. Sárosi Tamás főtanácsos, illetve Tacsek Oszkár káplán. Az apor alapítvány koszorúját pedig elhelyezi én. Köszönöm szépen a figyelmet, és most pedig fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ér, menjetek békében. Istennek legyen hála. Amen.